A fásítási munkacsoport egy éve alakult, és már nagyon szép eredményeket mutattak fel, nem csak a zöldítés terén, hanem olyan dolgokkal is, amik szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy a település még szebb, még élhetőbb legyen. Azt a feladatot vállalta fel, hogy Tolnán is és Mözsön is egy kicsikét átnézi a köztereknek az állapotát, átnézi, hogy milyen virágokat lehetne újfent ültetni, milyen technikákat kéne bevetni, lehet-e változtatni esetleg azon, hogy nem egynyári virágokat ültetünk, hanem kipróbáljuk mondjuk az évelő fajtákat is. A csoport 5 év után újraindította a Gondos Gazda Virágos Porta elnevezésű programját, melynek keretein belül a település lakóit arra ösztönzik, hogy saját kertjüket vagy akár társasházi teraszukat díszítsék fel. A verseny első 3 helyezettje pénzjutalomban részesül, valamint egy Gondos Gazda Virágos Porta feliratú táblát is kap, amit kihelyezhet a háza falára. 8 ember úgy érezte, hogy ő szeretné megmutatni azt, hogy ő mit alkotott a kertjében, ő mennyire gondos gazda. Mindenkivel egyeztettünk, végignéztük a kerteket, és nagy-nagy csodálattal láttuk azt, hogy az emberek mennyire nagy örömmel vették bele magukat ebbe az otthoni munkába, és mennyire szívesen tesz mindenki azért, hogy a környezete gyönyörű legyen, csodás legyen. Igazi kikapcsolódás volt számunkra is az a nap. A szervezők nagy örömmel nézték a szorgalmas gazdák munkáit, a nap végére pedig meg is született a döntés. Egyébként valamennyi résztvevő emléklapot kap, a díjakat pedig szeptemberben az első testületi ülésen adják át. Fontos, hogy minél több zöld terület vegyen körül bennünket, ugyanis ez hozzájárul a levegő tisztaságához, de még a hőségben is hűvösebb klímát biztosít, mondja a munkacsoport vezetője.